Itt vagyunk a római parton, a Losonc utcai résznél segítjük az árvízi védekezést. A Mi Hazánk mozgalom egy jelentős számú különítménnyel van jelen, és sok más civillel kiegészülve igyekszünk minél erősebb védművet építeni. Egyébként tudnám ajánlani ezt a kemény fizikai munkát a legtöbb képviselőtársamnak, és ismerek olyan képviselőket is az országgyűlésben, akik itt mögöttem vagy mellettem megtalálnák a valódi képességeiknek való megfelelő munkát. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben járuljunk hozzá a védekezéshez, és amikor az árhullám tetőzni fog, akkor már itt a környező ingatlanokat kivétel nélkül meg tudjuk védeni. Várunk és hívunk mindenkit, akinek ideje és ereje lehetővé teszi azt, hogy részt vegyen ebben a nagyon kemény, férfias és rendkívül hasznos munkavégzésben. Egész hétre egyébként szükség van a dolgos kezekre, de a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival de folyamatosan ott vagyunk egyébként, ahol baj van, ahol segítségre van szükség. Most sincs ez másképpen, és erre szeretném biztatni egyébként a honfitársainkat is, akinek esetleg van egy szabad ideje, akár 3-4-5 óra hossza is, az is nagyon sokat jelenthet egyébként, hogy meg tudjuk védeni, ugye itt a honfitársainknak az értékeit, nem csak a honfitársainknak, ugye intézményeknek, vállalkozóknak, vagy bárkinek, akinek ugye értékei vannak. Most nagyon fontos, hogy ezeket megvédjük, összefogjunk, és tényleg a tettek mezejére lépjünk. Ugye egyébként ránk ez jellemző, akár a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaira, akár a Mi Hazánk Mozgalom tagjaira. Ugye mi elsősorban nyilván a kommunikáció szempontjából ugye fontosak a szavak is, de mi valójában ugye a tetteinkkel képviseljük a magyar állampolgárok érdekeit. Úgyhogy munkára fel, védekezésre fel, Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom tagjai ismét kiveszik a részüket a védekezésből. A víz gyorsan jön, ezért nagyon gyorsan kell nekünk is cselekedni, ezért a mai napon délután 2-re itt már állnia kell a homokzsákoknak ezen a frissen felépített gáton. Ugye a mi hazánkosok itt vannak, több mint 30-an vagyunk itt a mi hazánkos bajtársakból, a mömösökkel együtt, akik szintén sokan vannak, azon dolgozunk, hogy az emberek értékeit, testi épségét, a vagyonukat meg tudjuk védeni, hiszen oda jövünk, ahol szükség van ránk, a mi hazánkosok állják a sarat, állják a vizet, itt vannak a gáton.